Na várj! Óriási nagy csalódás. Szevasz srác, 17 ezerért fogunk kinyitni adventi kalendáriumokat itten, mostan videóban, úgyhogy maradj velem, ezek a Temuról rendelt adventi kalendáriumok, amiket már az előző videóban elkezdtem kinyitni, karcsisokat nyitottunk ki, de ma egy 12 ezer forintos Christmas Fidget Blind Box, nem tudom miért Blind Box, ha ez egy adventi kalendárium, és egy Pokémonosat, akiket meg kell szerezni hát mind. Ez amúgy nagyon aranyosan néz ki, erre nincsen szükség. Thank you so much. Szóval egy Piki Pokémonosat fogunk kibontani. Ez 5100 forint volt, úgyhogy maradj velem itt a videó a végéig, mert folytatni fogjuk a karcsisat is, és hogyha már karcsikról beszélünk, akkor srácok, csekkeljetek le a videós boltot, még 19-ig van időtök megrendelni a karcsi karácsony a téli limitált mintából, ami ugye rajtam is van, hogyha azt szeretnétek, hogy megérkezzen karácsonyig, és természetesen, srácok, a tuttishop.hu oldalon is vannak karácsonyi cuccaim, mint például ilyen menő tutti juice-os kis poharunk. Én már megpecintettem a mai tutti juice-omat, zero action, ami nem zero action, hanem az isteni tutti frutti üdítőnek a zero változata, ha esetleg te cukorbeteg vagy, vagy odafigyelsz a cukorbevitelre. Ettől függetlenül már a Tesco üzletekben is mind a három kiwi, tutti juice és tutti juice zero is kapható action. Na és akkor kezdjük, erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy 12 000 forint volt. Azért az már egy bicós adventi kalendárium kell, hogy legyen, nem? Ezt a rohadt teged, de be van csomagolva. Mondanám, hogy ez az egyik legdrágább adventi kalendárium, amit bontottam, de ha követsz Instán és gyere kövess be, mert ott egy sokkal drágább adventi kalendáriumot bontok ki. Profilomon a Reels-eknél megtalálod. Kukat, Genostic Jergo. Celluxszal össze van ragad. Meg pereg is belőle valami, de szétnyit ha... Ho! Merry Christmas! Nincsen bekapcsolva az egyik fényem ott hátul, most nézem. Figyeljetek, varázslat. Slön, így van. Slön a másik is. Elindult, szóval... Merry Christmas! Amúgy ezt esküszöm, jól néz ki. Nézzük az elsőt, a 24-es az rohadt nagy. Úgyhogy ez már jobban indul, mint a karcsisok. Nézzük az 1-est. Aha. Ez beszakítani lehetetlen lesz. Merry Christmas! Az első... Ó, és még külön van papír, külön van karton. Az elsőben... Ezek micsodák? Ezek színes. Nem is ragadnak össze. Szóval színes műtyűrök! Let's go! Színes kis labdák, amik amúgy félig meddig egybe maradnak, de amúgy meg... Hát ott szétjönnek, szóval... Merry Christmas! Ezt nagyon sokszor el fogom ismételni ebben a videóban, sorry. Következő! Hallod? Szét kell szakíjani, meg minden irányból. Egy fidget spin. Amúgy srácok, szeretnétek abból a videót, ahol most nemrég pakoltam ki a szobámat hátul, amit ott nem láttok, és rengeteg fidget spinner találtam. Hogy csináljak belőle egy teljes videót, egy YouTube shortot már csináltam, az nagyon-nagyon tetszett nektek. Úgyhogy ha gondoljátok, akkor csinálhatunk egyet. Ez egy ilyen popitos fidget spinner. A popit része elég gagyi, viszont a spinner része, ez jó. Ez jó, második ajándéknak. Nem is rossz. Jön a harmadik, ami... Hú, már jön vele papír, meg minden. Mi ez valami scrunchy? Vagy hajgumi? What is this? Ez olyan, mint egy hajgumi, csak fém... Júj! Ezek... Mi ez? Tollból rúgó? Tollrúgó fidget toy. Igen, mert ugye meg is lehet nyújtani. Na, ez lányoknak jó lehet hajba. Scrunchy. Lehet széttépni a hajadat. Sőt, biztos. Ez annyira nem tetszem pakliba megy. Megvolt a hármas. Jöhet a négyes. Merry Christmas. Azt mondja, hogy... ez jó lesz. Ez ilyen kis takony. Tudod. Már nem emlékszem, hogy ezeket hogy hívják. Nem tudom, ki emlékszik még főleg, aki nagyon-nagyon régóta követi a csatornámat, még Londonból. Így le kell tenni, és akkor így felnéz, hogyha nyomogatod. Hát ez ilyen kis aranyosság, ez nem is ragadt, szóval ez hiába... Ez hiába dobom fel a plafonra, nem maradott, de ez aranyos kis... Pókolni lehet, na.
szépen magyarosan elmondva. Ez egy ötös. Ez egy elég érdekes ötös. De négyes, ezt rosszul írták, elég érdekes. Kínai ötös, Ben megint egy ilyen. Érdekes, hogy egymás után szétszorhatták volna, ez meg ilyen. De ez sem ragadós. De mivel, hogy kék, ezért elmegy az okéhoz, és ez azért jó, mert erre fel fog ragadni az összes kosz, ször, mindenség és tiszta retek lesz. Hatos nyitása következik. Na jó, most már elég lesz. Megint kék, de most már elég. Még egy. Ez egy teknős héka. Szintén teknős héka. Na. Hékás, mit csinálsz? What is the seven? Oh, seven az hosszúkák. Hát izomban nyomom be. Nem, ez nem jön ki sehol. Jobban felforálhatták volna, he. Christmas. Jó, most itt az ablakot is betörjük rajta. Ez még amúgy tök jó, hogy ilyen is van benne. És ez va... Figyelj! Ez popitos karkötő. Óra! Popitóra! Még patent is van. Hallod én, Bessa? Bessa Behu. Még patent is van rajta, és méretet is állíthatsz rajta. Nagyon designes. Figyelj. Szóval van rajta rendes fém patent, amit átduksz, és bele tudod rakni. Rendesen méretet tudsz rajta állítani. Nem hordanám. Mi történt? Isten, leszakítottam róla a patent. Kiszakítottam belőle a patentet. Mindegy, ezt vissza lehet tenni bele. De nem lesz annyira biztonságos. Na, ez aranyos. Ez aranyos, és ugye rendes popitos kis hülyeség. Aki éli a pipitokat, azoknak ez tetszeni fog. Hetes, aztán jött a nyolcas, mert örökre itt... örökre itt leszünk. Ez... Ó. Ennek nagyon satisfy volt a hangja. Aha, és akkor ez ilyen... Amit lelöksz a lépcsőn. Ó, és már is összeakadt. Gyerekkoromban imádtam ezeket, volt nekem ilyen fémből is, mert az annyira nem akadt össze. Ez is hasonló, csak ez mini. Elindítod a lépcsőn, és akkor így lemegy. Ez sem rossz. Nem fog már elférni itt az asztalon. Jöhet a... 9999999. Ez mi? Clicker, oké. Megvettek. Srácok, meg kell mondjam azokat a... Takony izéket kivéve, meg az első párat kivéve, ezek jó fidget cuccok, aki ugye rendesen sajnos, akinek van ilyen betegsége is, ezek a fidget cuccok, azok is jók, hát sajnos műanyagból vannak, de így egy csomót ki tud nyitni. Ez rendesen jól kattingatható, van rajta gomb, van rajta ilyen gomb, van rajta ilyen csűrűszkölő, amit hajtani lehet, van rajta joystick. Hallod, ezt esküszöm fogom használni. És van rajta kör. Jó, ja, és még van rajta ilyen szlájdolós. Na ez. Ez, aki a tollat szokta csesztetni. Biztos van ilyen osztálytársad, ismerősöd, aki a tollal kattingatja. Na, az ennek tökéletes. Sőt, még ilyen új vakaró is van rajta. Ez idáig a best. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a kedvencem a végére. Vagy maradj velem te is, aztán írd le nekem, kérlek szépen. Tudjátok ezeket? Megveszem, hogy nektek ne kelljen, aztán ami tetszik, azt be lehet szerezni, ha akarjátok. Megint egy ilyen kis takony, már kisebb bontom, jó? 10, 11 valami hosszúkás. Na. Júj. Júj, de furcsán néz ki ott, nézd be. Az. Ez jó. Hangja volt. Akkor össze lehet nyomizni. Ugyanek még az összenyomizásának is jó hangja van. Jó és? Bye! Ez nem rossz, király. 11, 12, hú, ebbe több minden van. 12-es az nagy ajándék, gyerek. Nem értem miért. Szóval, van benne először is egy ilyen kis pi, amit így ki tudsz belőle nyomizni. Tehát rendesen így kibújik belőle. A nyomot, így, júj! Az egyiknek még feje is van, mind a kettőnek van feje. És ez kulcstartónak is jó. Van benne egy ilyen. Ó, oh, jaj. Jaj. Jó, ebből elég érdekes dolgokat is ki lehet rakni, de minden irányba mozgatható, forgatható, tekerhető kis. Ez is egész jó fidget előcucc. És azt nézem, hogy mintha még oda lehetne is bele
illeszteni, tehát akár többet is összeilleszteni. És várjál, pörgethető is. Ez is király, ez is megy a kedvencek közé. Aztán 12-13, sokaknak szerencsétlen szám, neked. Írd le, hogy neked mi a 13. Ez lehet szerencsétlen és üres? Nem, van benne valami. Ez mi? Jaj, hát ez mi? Hú, hát ez nagyon rossz. És ez mire jó? Na ezt a fidget cuccot nem ismerem. Elég sok fidget cuccot ismerek. Sok éve bontok már fidget cuccokat, még amikor nem is volt menő, én már Londonban az Amazonról akkor rendeltem ilyeneket. De ilyet még nem láttam. 14, ottan lent. Oké. Hú, ebben megint nagyon sok minden van. Ó, egyszerre kibontottam a 15-öt is. Sorry. Szóval már teljesen szétszakadt. Szóval a 14-ben volt kettő ilyen, viszont ez a ragadós. Ez az, amit mindig az osamba, vagy korába, vagy mit tudom én, hol kipörgettem, és utána mindig felragasztottam a fal. Amióta még már saját házam van. Ej! Nem szólhat rám senki. Jó. Viszont az most ott fenn... hát srácok, az most ott marad. Majd az egyik videóban, gyertek minden nap 18 órakor, leesik. Ez van fenn a falon így széthúzódva. És akkor a 15-ösben volt ez. Ezt nem szeretem, ezt a féle fidget toyt. Tudjátok, egy kis golyób is van benne, és akkor oda-vissza kell nyomogatni benne. Én ezt nem szeretem. Lehet, hogy sokak szeretik. Szóval egyik oldal az gatya. Azt én ki is tépem, jó? El is téptem. Ez az oldal, ez gatya. És akkor most jön a következő, a 16-os. Oké. Ezt is átszakíjuk. Ez mind a 16-ban van benne. Srác, ez nagyon nagy. Ó, ez szerintem itt el van rontva. Mert ha belenézel, az a 19 és a 23. Ez a 19 és a... Na várj! Srácok! Ez a 16, 19 és 23. Sőt! 21 és 22. Menj már! Ez a teljes alja az egész. Hallod, idáig pont azt mondtam, hogy ez rohadt jó, ez az adventi kalendárium, de ez azért elég nagy kicseszés. Menő, egy hamburger, meg egy sült krumpli, de azért ez menjenek már. Hát ez 1, 2, 3, 4, 5 nap, nyicuc. Kicsit még akkor tovább is haladtunk, és azt nézem, az idő is nagyon elment. Hát, srácok, ez óriási nagy csalódás, nem tudom, hogy ez így a végére, ez nekem nagy csalódás volt. Akkor nézzük a legjobbakat, és sajnos megint azt kell mondanom, hogy akkor a Pokémonost azt arrébb kell tennünk, mert már így is nagyon-nagyon hosszú a videó. Azért egy egyes nyissunk ki, mert megígértem. Nézzük, hogy ebben milyen és hogyan lesznek cuccok. Wow, ebben ilyen nagyon-nagyon apró mini Pokémonok lesznek. Ha szeretnétek ebből is videót, akkor írjátok le nekem a komment szekció, hogy Pokémon. Ennyi, elég. Szóval a legjobb cuccok. Ebből a fidget 15 000, vagy nem is tudom, most már megnézem pontosan. 12.197 forintosból. Ez nagyon király. Ez nagyon király. A fidget spinner is nagyon király. A karkötők is nagyon királyak voltak. Meg amit feldobtam a falra. Hú, az nagyon sokáig ott lesz. Szóval ezek nekem nagyon-nagyon tetszettek, még azt mondom, hogy ezek tényleg, például ez biztos, hogy itt lesz a gépnél. Valorantban vagy Fortiban valamikor megölnek, vagy valami, és akkor miközben beszélek a többiekkel, ez tök jó lesz nyomkodni. Szóval srácok, köszönöm, hogy itt voltatok velem, remélem tetszett nektek ez a videó. Írjátok le, hogy szerintetek megérte ez a naptár. Azért elég sok minden volt benne, és még elég sok minden van is benne, attól függetlenül, hogy ez a kettő óriási popit ennyi helyet elfoglalt. Köszönöm szépen, ti vagytok a legjobbak, kellemes ünnepeket kívánok nektek, és ne felejtjétek el, hogy nálam minden egyes nap 18:00-kor lesz, és van, volt, lesz videó. Ti vagytok a legjobbak, és az Isten eredeti tutti frutti ízűdítő italok, a tutti zsúzok legyenek veletek minden egyes nap. Sziasztok!